Szabadkán a Klein House közösségi bárban kiállított képek, főként grafikák, a fiatal alkotó idővonalszerűen összeállított bemutatkozó tárlata. A cím pedig egy logikai végtermék következménye, miszerint ahhoz, hogy egy emlék megfogadjon a tapintásban, el kell jutni lábbal is hozzá. A tervezői munkák nagyon tiszták, de ez a minimalizmus pontosan felmért. Kincses Endre 1996-ban született, vajdasági származású, jelenleg Pécsett élő művésztanonc, aki egyértelműen hisz a művészet megrázó és felrázó erejében. Ami legjobban érdekel, az ilyen erős morbidság, ami az mellett, hogy megbotránkoztat, és az ember ránéz, és azt mondja, hogy ez mi, és hogy jön ez a szép művészethez. De legyen ennek valami hátsó értelme, valami tartalma, valami erős értelme. És ez mellett a másik véglet, az pedig az erős minimalizmus, a fekete-fehér, a szögletesség, a nagyon minimalizált dolgok. Egykori tanítványának kiállítását Gubik Korina képzőművész nyitotta meg, aki azt mondta, Endre már a középiskolában is kiemelkedő tehetségnek számított. Minden munkája kifejezetten jól volt. Olyan értelemben, hogy sokáig gondolkozott rajta. Akármikor kérdeztem, hogy Endre van-e ötleted, Endrének sose volt ötlete, de a végén a munkái valóban olyanok voltak, hogy kitűntek. A kiállítást a Nyomkövetés című irodalmi konferencia nyitó akkordjaként Novák Anikó szervezte meg.